milyen város erre? Kis Velence szerint. Cucc. Én nem már tudnék róla csinálni. Fordítva, nekem kéne róla csinálni. Vagy ide jövök, és onnan kéne csinálni. Megnyomod? Elévisz, elévisz! Ne fagyj fagyj! Ne fagyj fagyj! Boltocskák mindenhol. Megyünk arra. Mennyi előttem, akkor te is benne leszel most. Jó. Na. Így mi? Kukucs! Érdemes oda fölnézni. Ilyen hegyek közé épült Amalfi. Vajnak is szökök itt mindenféle cuccokkal benne. Jézuska. Egy kis lépcső fölfelé. Egy kis Velence is kívülkorálódott az emeleten. És egy kis csobogó Jézuska. Megyünk tovább, és itt van vége. Napon gyere már. Amalfinak ilyen magas. Jó, megyünk visszafelé. Megyünk visszafelé a Marfa utcáján. Szép nagy hajó, mögötte van a vezú. A vezú. Van még egy hajó. Na, itt itt vannak a törölközők, hoztam. És Roberto Cavalli. Nem sokára belecsóbban a vízbe. Vannak itt azért bátor emberek, így október vége fel, akik napon küldeni fognak. Na. Lássuk Robertot. Október végén. Mondtam, hogy október vége van. Mondom, október végén.
október végén, elmondtam ötször, hogy október végén az én drágám Roberto belecsobban a vízbe. Hát igen, azért ennyire nem bátor. Meleg. Lássuk egy gyors bemenetet. Október végén. A törölközőt hozhatnád. Oda viszem, csak menj bele a vízbe. Hát. Hideg vagy nem? Október végén. Az én drágám. Belecsobban a tengerbe. Október végén. És én tudom, hogy jó meleg van. Igen. Hát nem tudom, hogy mennyire meleg neki. Október végén. Hát igen. Kérem szépen, október végén. Az én drágám, nem hideg. Szerintem melegebb, mint a horvát országban az Adria volt. Nagyszerű. És akkor most úszál el a hajóig. Ott a hajó. És ott van Roberto. Úszik a hajóhoz. Wow, Roberto úszik a hajóhoz. Ott van Roberto. És ott a hajó. De jó, ez teljesen jó az a kép. Roberto és a hajó. Igen, igen, Roberto integet. Itt van Roberto. Ráközelítünk. És ott a másik hajó, csak így érzékelésből. Az egyik hajó, Roberto, és másik hajó. Haha. Nagyon jó, Roberto. Egyik hajó, Roberto. Roberto, és kis pont a két hajó között. Aha. És így látszik mind a két hajó. Na jó.